Tanévnyitó ünnepség a Gyöngyösi kampuszon. Küldött választóüléseket tartott a megyei iparkamara. Hulladékudvar nyílt jászárok szálláson. Jó estét kívánok! Szeptember 8-a van, ez az aktuális, jönnek a térség legfontosabb hírei. Európai egyetemet építünk, ezt mondta dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem intézményvezetője a Gyöngyösi Károly Róbert Campus tanévnyitóján. A 2016-2017-es tanévet mintegy 2500 hallgató kezdi meg a Gyöngyösi intézményben, közülük közel 500 az első éves hallgató és 41 a külföldi diák. Európai egyetemet építünk, mondta Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem intézményvezetője a Gyöngyösi Campus tanévnyitó ünnepségén. Ez az első tanév, hogy a július 1-i egyetemmé válás után az EGRI, a Sárospataki, a Jászberényi és a Gyöngyösi Felsőoktatási Intézmények közösen kezdik meg az oktató munkát. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az ide érkező hallgatókat, akik az Eszterházy Károly Egyetem első polgárai, és akiket biztatni szeretnék, hogy jól döntöttek. A gazdaságtudomány magas színvonala, az országosan is erős kapcsolatrendszerük a biztosítéka annak, hogy nem kell majd önöknek térkép a nagybetűs életben. Az együttműködés során egységesíteni kell a gondolatokat, a célokat, hangsúlyozta a tanévnyitón Liptai Kálmán. Mi úgy gondoljuk, hogy azt kell elhitetni, hogy csak együtt lehet odaérni, ahova el szeretnénk. Az európai az egy nagyon szép szó, sokan lehet, hogy legyintenek, én tényleg úgy gondolom, hogy a következő évtized arról fog szólni, az Eszterházy Egyetem megjelenik Európában. A Gyöngyösi Felsőoktatási Intézmény külföldi hallgatóit Bujdosó Zoltán, a kampusz főigazgatója köszöntötte, majd az első évesek fogadalmat tettek. Az egyetemi válással nőtt a hallgatói létszám is, és az idén szép számmal választották az intézményt külföldi diákok is, hangzott el az ünnepségen. A tavalyi évhez képest mintegy 150 fős növekedéssel közel 500 hallgató kezdi meg első évesként a tanulmányait a Károly Róbert Campuson, az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campusán. Ezen kívül 41 külföldi hallgatóval, 17 országban 41 külföldi hallgatónk is van, ők különböző szakokon, alapmesterképzési szakokon tanulnak. A tanévnyitón tanulmányi díjakat és köztársasági ösztöndíjakat is átadtak, majd Hisz György polgármester az intézmény hallgatóit gyöngyös tiszteletbeli lakóivá fogadta, és átadta a város kulcsát. Elnökválasztás előtt áll a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A héten három tagozati ülés keretében megtartották a küldött választóüléseket, amelyek során összesen 60 küldöttet választottak meg. Ők választhatják majd meg októberben a kamara elnökét, alelnökét, az ellenőrző és etikai bizottság tagjait és az országos küldötteket. A megváltozott munkaerőpiaci trendekre, a szakemberhiányra és az elvándorlásra keresték a megoldást a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett konferencián még márciusban. A kamara legfőbb tevékenysége ez, ám most fontos pillanat előtt állnak. Októberben tartják az elnökválasztást, ehhez pedig a héten választották meg a küldötteket. Az elmúlt három napban történt három tagozati ülés, iparosok, kereskedők és a kézművesek tisztújtó küldöttgyűlés tagozati ülés keretében megválasztották az összesen 60 küldöttet, az iparban 31, a kereskedelme 16, a kézműiparban 13, összesen tehát 60 küldöttet a HKIK küldött gyűlésére, mint legmagasabb testületi fórumára. A küldötti mandátum 4 évre szól, a küldöttek választják meg a kamara elnökét, az alelnököket, az ellenőrző és etikai bizottság tagjait, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában a HKIK-t képviselő úgynevezett országos küldötteket. Jelölt kizárólag olyan vállalkozás képviselője lehetett, aki önkéntes tagsági viszonnyal rendelkezik a kamaránál, valamint vele szemben nem álltak fel olyan kizáró tényezők, melyeket a hatályos kamarai törvény, illetve a HKIK választási szabályzata konkrétan nevesít. A tagozati üléseken közel 500 szavazati joggal rendelkező vállalkozás jelent meg. Megállapodott Gyöngyös-Solymos önkormányzata a gyöngyösi gyepmesteri telep üzemeltetőjével.
A szerződés értelmében az ott kóborló kutyákat idehozzák, és a csip alapján bebizonyosodik, hogy van gazdája az ebnek, napi 1000 forintért látják el. A megállapodás előtt is sok bejelentés érkezett Solymosról, így időszerű volt a szerződés megkötése. 8-9 új kenelhelyét alapozzák a gyöngyösi gyepmesteri telepen. A menhely kialakításával sok munkájuk van az Újnap Egyesület tagjainak, viszont ha megcsörren a telefonjuk, indulniuk kell befogni a kóborállatokat. Több környékbeli településre szerződés alapján megy ki a gyepmester, viszont vannak olyan települések, ahol megállapodás hiányában saját költségükön hozzák be az árvakutyusokat. Korábban Gyöngyös-Solymosról is így fogták be az állatokat, nemrég azonban sikerült megállapodniuk a gyöngyösi teleppel. A solymosi lakók többsége csak ritkán találkozik kóbor ebekkel a településen. Mostanában nem láttam, megmondom őszintén. Találkoztunk azonban olyannal is, aki gyakran lát gazdi nélkül kóborló kutyát az utcákon. Hát járkálok. Gyakran lát? Hát elég sokszor. A polgármester tájékoztatása szerint Gyöngyös-Solymosról korábban a hevesi gyepmestert hívták, ám ők messzebb is vannak és nagyobb költségen szállítják el a kóbor állatokat, mint a gyöngyösi. Tehát igazolhatóan gazdás kutyáról beszélünk, tehát ami elektronikus transponderrel ellátott ez a chip, akkor 5000 forint befogási díj van, és ha a gazdája nem tud a kutyáért jönni csak 5-10 pár napon belül, 1000 forint a napi tartási díja a kutyának. A megállapodás nem tartalmaz állandó árakat, az önkormányzatnak csak akkor kell fizetnie, ha valóban fognak be onnan kutyát. Ha mi nem megyünk ki Gyöngyös-Solymosra, mert nincs miért kimennünk, nincs semmiféle fizetési kötelezettség az önkormányzatnak, ez eseti jellegre szól, tehát amikor mi elhozunk egy kutyát, csak azt kell kifizetnie. Ennek ellenére még mindig vannak olyan települések, amelyek nem keresték meg a gyöngyösi telepet, mint például Gyöngyös-Halász. A polgármester telefonon közölte, eddig is a gyöngyösi gyepmester fogta be a kutyákat, és készek szerződést is kötni. A szép kártya az utazási szokások változása és a migránsválság hatására idén a korábbi években tapasztalthoz képest több hazai turista választotta a családi pihenés helyszínéül a Mátrát. A szakemberek szerint attrakciófejlesztésekkel tovább lehetne növelni a térség vonzerejét. Az eddigi statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a 2016-os év első fele sikeresen alakult turisztikai szempontból. Nem csak nyáron, hanem már februárban és márciusban is növekedett a vendégészakák száma. Elég komplex hatás eredménye ez, de meg kell említeni ezek között mindenképpen például a szép kártya felhasználás intenzitását országos szinten is, és régió szinten is látható volt. Persze komplex hatás, tehát akár a politikai környezetet hatásokat is megemlíthetjük, migránsválság, terrorcselekmények, talán ezek is növelték azt a kedvet, hogy az utazók bent maradjanak Magyarországon belül. 2016-ban a Mátra is a népszerű úti célok közé tartozott. Még az elmúlt években többnyire 2-3 éjszakát töltöttek a térségben a turisták, addig idén azok száma nőtt, akik 5-6 éjszakára jöttek a Mátrába. Idén a helyi szállások kihasználtsága elérte a 70%-ot. Az elmúlt években attrakciófejlesztések is történtek, ezeknek is komoly szerepük lehet az adatok javulásában. A kékkör projekt kapcsán 90 km kerékpáros túraútvonal került kijelölésre, és most nagyon fontos megjegyezni, hogy itt nem kerékpár útról van szó, hanem jelzett, kijelölt kerékpáros túraútvonalról. Tehát ezek az utak erdészeti utakon, dózerutakon, földutakon, néhol kövesebb, hol kevésbé köves, néhol aszfaltos erdei utakon vezetnek, tehát mindenképpen egy masszív, mondjuk egy mountain bike-kal járhatóak ezek az utak. Ma már egy jó étterem vagy egy kalandpark nem elegendő ahhoz, hogy az emberek egy adott térséget választanak a családi kikapcsolódás helyszínéül. A szakemberek szerint ezért a jövőben is komoly hangsúlyt kell fordítani az attrakciófejlesztésre. Hulladékudvar kezdte meg működését a hónap elején Jászárok szálláson. A közel 30 millió forintos Európai Uniós beruházás megvalósulásának köszönhetően ma már 4 településről hordhatják oda a szelektíven gyűjtött hulladékot. Többnyire még üresen állnak a konténerek a Jászárok szállási hulladékudvarban, ami szeptember 1-én kezdte meg hivatalosan a működését. A lakosok csak a szelektíven gyűjtött hulladékot adhatják le itt. 1000 kg zöld hulladékot, 1000 kg lomhulladékot, tehát használt bútor,
nagyobb darabos dolgok, 1000 kg építési törmeléket, ez egy évvel van kivetítve, és gyakorlatilag egy alkalommal 250 kg-ot a leadható mennyiség nem haladhat meg. Ezen kívül háztartásonként évi szinten 100 kg veszélyes hulladékot, ez lehet használt olaj, festékes doboz, oldószerek, vegyszerek, gyógyszermaradványok, 50 kg használt sütőolaj és 4 darab gumiabroncs. A hulladékudvar kialakításának terve már 7 évvel ezelőtt megszületett. Most, hogy befejezték a munkálatokat és átadták a telephelyet, a jászárok szállásiak mellett a jászdózsaiak, a jászágóiak és a visznekiek használhatják azt. Az önkormányzat pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy népszerűsítse és a lehetőségekhez képest könnyítse a szelektív hulladékgyűjtést. Így, amíg csak lehet, megmaradnak a szelektív hulladékgyűjtő szigetek is. Én bízom benne, hogy még sokáig tudjuk működtetni a szelektív szigeteket, mert nagyon jó a kihasználtsága, és azon fogok lenni, hogy minél később legyen megszüntetve. 13 ilyen sziget van jászárok szálláson, és ezt megszokta a lakosság, közel van hozzá, és hogyha nagyobb tétel van bármilyen anyagból, akkor fogja ide kihozni, vagy pedig olyan tétele, olyanokat, veszélyes hulladékokat, amit nem rakad be a szelektív szigetre. A közel 30 millió forintos beruházáshoz az önkormányzatnak csak a telket kellett biztosítania, ugyanis 100%-ban Európai Uniós támogatásból valósult meg. A Gyöngyösi Tájfutóklub fennállása első és legnagyobb kihívása elé érkezett. Mohácsi Tamás és csapata az előttünk álló hétvégén országos tájfutóversenyt szervez Gyöngyösön, ráadásul a város utcáit és tereit is felhasználva. Az egyesület történetében gyakorlatilag ez egy fordulópont, ugyanis szeptember második hétvégén, szeptember 10-én szombaton közel 1100-1200 versenyző méri össze tudását a városban. Itt lesz a tájékozási futás sportág krémje java, válogatott versenyzők fognak harcolni a másodpercekért. Másnap, vasárnap pedig Mátraföldön kerül megrendezésre a rövidtávú országos váltóbajnokság, ahol többek között 6-8 kategóriában az ország váltói mérik össze tudásukat. Az esemény kapcsán a szervezők kérik a városban járművekkel közlekedőket, és a lakosságot is fokozottan figyeljenek és segítsék a versenyzőket, és ezáltal az esemény sikeres lebonyolítását is. Amit mindenképpen szeretnénk mondani, a lakosság részére is fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy ezen időpontban több mint 1000 versenyző fog harcolni a bajnoki címekért, országos bajnoki címekért. Épp ezért a közlekedés már résztvevők figyelmét fel szeretnénk hívni, hogy azért, hogy a balesetet elkerüljük, a két részletben útlezárás is lesz. A Mátrai úttól keletre, a Dobó útig délelőtt 9 és 12 óra között rendőrség általi útlezárás lesz. Kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe a közlekedésnél. Délután pedig 3 és 6 óra között a Kossuth útnak a Pampuksaroktól a Petőfi útig terjedő szakasza le lesz zárva. Itt szintén a közlekedés nem lesz megengedett. A Páter Kisztaléz úton, illetve a Rákóczi utcában, amely ugye keresztezi ezt a Kossuth utat, itt forgalomlassítás lesz, viszont a Kossuth utcára nem lehet rákanyarodni. A versenyen a rendőrség mellett polgárőrök is segítenek a forgalom és a verseny irányításában. A szombati napon ezúton is kérjük tehát a járművekkel közlekedők fokozottan figyeljenek és türelmesek legyenek a verseny kapcsán. A kormány egyáltalán nem tervezi új albérletadó bevezetését, hiszen a 2017-es költségvetés az adócsökkentés költségvetése, így szó sincs bármiféle új adó nem bevezetéséről, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték, a lakáskiadók adózási szabályai egyértelműek. Ha valaki szálláshely megosztó portálon keresztül adja ki a lakását, az adóköteles fizető vendéglátásnak minősül, amelyhez adószám kiváltása, illetve a tevékenység végzéséhez a jegyzőengedélye szükséges. Aki pedig hosszú távra adja ki lakását, az albérletkiadás, amely után ugyancsak adót kell fizetni.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal felkészült az online pénztárgépek kötelező használatának január 1-jei kiterjesztésére. A gépek engedélyeztetése jól halad, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Hangsúlyozta, a korábban tervezett szeptember végi időpont helyett egységesen január 1-jétől lesz kötelező az online pénztárgép használata. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 449, a MOL 17280, az OTP 7491, a Richter pedig 5849 forintba került. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 28535 ponton állt. A legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Európai egyetemet építünk, hangzott el a Gyöngyösi kampuszon. Küldött választóüléseket tartott a megyei iparkamara. Hulladékudvar nyílt Jászárok szálláson. Ez volt az aktuális csütörtökön. Köszönöm figyelmüket, holnap is jövünk majd a szokott időpontban 18:20-kor. Addig híreinket megtalálják megújult weboldalunkon a www.gyöngyöstv.hu címen. Minden jót, a viszontlátásra!